Épül a bicikliút Kisvárda és Fényeslitke között, ezzel biztonságosabbá válik a kétkerekű közlekedés a két felső szabolcsi településen. Fényeslitkén 5 intézmény komplett energetikai felújítása, külső szigetelése és nyílászáró cseréje is megtörtént, továbbá napelemeket szereltek az épületekre, az általános iskola korszerűsítése pedig jelenleg is zajlik. Ezekre összesen több mint 300 millió forintot költött az önkormányzat. 350 millió forint pedig a kerékpárút, illetve az önintézménynek az energia korszerűsítése, de igazán legnagyobb öröm most számunkra az, hogy a Fényeslitke mellett levő 165 hektáros állami tulajdonú ipari logisztikai terület, amely összekötetése van Vlagyivosztokkal, azt lehet mondani, hiszen a széles vasúti vágány itt van a végpontja, amelynek a másik vége ugye a Vlagyivosztoknál van. Tehát egy nagy lehetőséget ad a feltárút, ami Kisvárát, illetve Záhonyt fogja összekötni, és Fényeslitke ipari területe mellett megy el, így a befektetőknek már a megjelenése, a folyamatos megjelenése is bizonyítja azt, hogy mennyire fontos számunkra ez a térségfejlesztési projekt. Ezeknek a fejlesztéseknek a célja új munkahelyek teremtése, ezáltal a település lakosság megtartó képességének növelése. Ezt szolgálja a helyi komplex egészségügyi szűrőprogram is, amire közel 20 millió forintot fordít az önkormányzat évente. A több mint 10 éve működtetett egészségmegőrző programok, illetve szűrőprogramoknak köszönhetően Fényeslitkének az egészségügyi mutatói kimondottan jó irányba fejlődtek. Ez köszönhető annak, hogy ugye 10 éve a méhnyakrák elleni védőoltást ingyenesen biztosítjuk a 8-os lányoknak, igaz, hogy most már a 7-eseknél ugye átvállalta a magyar állam, illetve komplet urológiai szűrést hajtunk végre a férfiaknál. Ez a PSA teszten kívül a fizikai beavatkozás jelenti, itt a megyei kórház szakemberei végzik a vizsgálatokat, ez 2 évente van, illetve ugye van a mellrákszülés a hölgyeknek, illetve 512 embernek pedig szemfenék vizsgálatot végeztettünk. A polgármester hangsúlyozta, a lakosság száma az országos átlagtól eltérően Fényeslitkén folyamatosan növekszik, jelenleg 2480-an élnek a településen.